A hazai kvalifikációt megnyerve, a több mint 50 esztendő elteltével újjáalakuló DVTK-s síszakosztály tagjaként a magyar színek képviseletében áll majd rajthoz a 2022-es téli olimpián Kékesi Márton. A már második ötkarikás szereplésére készülő sportoló az előző olimpián elért eredményének javítását tűzte ki célul. A kvalifikáció megérdemelt megnyerését követően ünnepélyes tájékoztatónk köszöntötte, búcsúztatta a klub Pekingbe indulása előtt Kékesi Mártont. A DVTK versenyzője a magyar válogatott tagjaként műlesiklásban és óriás műlesiklásban áll majd rajthoz a pekingi téli olimpián. Elutazása előtt ünnepélyes sajtótájékoztatón beszélt terveiről a már második téli olimpiájára készülő miskolci sportoló, a Síszövetség és a klub főtitkárának társaságában. Azt el kell mondjam, hogy ez az olimpia, ahol a legnehezebb volt nekem kvalifikáljam magam, és megszerezzem azt a egyetlen egy kvótát a férfiben, ami rendelkezésre állt. És hát ez azért is, mert soha nem volt ilyen szétlövéses versenyek ezelőtt a magyar sísportban. Tehát meg kellett küzdjek 4 olyan ellenféllel Magyarországon belül, akik nagyon is jók voltak, és zöld lámpát szereztek az olimpiára. A miskolci téli olimpikon természetesen arról is szólt, hogy édesapjához korábbi edzőjéhez hasonlóan most már ő is DVTK sportoló lett, és a hatalmas szakmai sikerként említhető kvalifikációt is. Immár Diós György sportolóként érte el. Nekem nagyon sokat jelent az, hogy tényleg van egy olyan biztos háttér, és egy olyan alapfeltétel, olyan megnyugvást jelent ez nekem, hogy nyugodt körülmények között tudok felkészülni, és támogatják a felkészülésemet. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Szabó Tamásnak, hogy felfigyelt rám a világbajnokság után, 2021-ben a Cortinai világbajnokságon. Száz Lászlónak is köszönöm, hogy folyamatosan pártol és tartja velem a kommunikációt, és a DVTK elnöke ennek is. Hát én nagyon örülök annak, hogy ha megszereztem ezt a kvótát, nem csak én örülhetek, hanem a DVTK is egyben örülhet. Tehát ez sokkal nagyobb siker így. Tudni kell, hogy ezen az olimpián nem lesznek szurkolók, nem lesznek nézők, és hát most ilyenkor a közösségi oldalak, meg ezek a platformok sokat segítenek, hogy látom a sok szurkolót és a támogatót. Mindegyik kommentet, mindegyik üzenetet el szoktam olvasni, ami segít. Hát ez nagyban elősegíti a szurkolásomat. Azért tudni kell, hogy én egy jó versenyző típus vagyok, hiszen leszoktam tudni ezeket a nyomásokat küzdeni a rajtban. Nem ez lesz az első világversenyem, hiszen már részt vettem 10 világbajnokságon. Ez lesz a második olimpiám. Azért a világbajnoknak is lesz stressz a rajtba, úgyhogy egy olimpián mindig lehet jó helyezéseket elérni, hiszen kevesebb induló van, mint a világbajnokságon, ezért lehet, hogy többen is ki tudnak esni. Így hát fontos, hogy milyen taktikát választunk ott majd a verseny helyszínén vagy a rajtban, de hát ezt majd ott fogom megtudni, hogy milyen taktikával fogok versenyezni. A Magyar Síszövetség főtitkára többek között a világjárvány versenyre, versenyzőkre gyakorolt nehézségeiről is beszélt, amire kitért korábban már Kékesi Márton is. Hiszen miután a célban vagy a rajtok előtt a játékok ideje alatt nem lesznek szurkolók, nagyon fontos lesz, hogy fejben mennyire erős az érintett versenyző. Nagy öröm számunkra, hogy a pekingi olimpián a második legnagyobb kontingenssel rendelkező csapatot tudjuk küldeni, és talán nem titok itt mindenki számára itt az elmúlt 4 évben. 4 vezetője volt a Magyar Síszövetségnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy a sportolók nem csak magukat, tehát hogy le tudták magukat győzni, és mindezek ellenére, vagy mindezek dacára ki tudták harcolni a magyar csapatba való kerülést. Úgyhogy én sok sikert kívánok Marcinak, és nyilván nem az lesz a cél, hogy érmet szerezzen, de azt gondolom, hogy biztosak lehetünk abban, hogy mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb helyezést érje el. Tokióban már megtapasztaltuk azt, hogy az olimpia egy kicsit más lesz, nem lesznek nézők, és a sportolók egy kicsit
csak saját magukra, illetve az edzőjükre számíthatnak. Úgyhogy én arra kérek mindenkit a városban is és az egyesületnél, hogy egy kicsit jobban, akár üzenetekkel is szurkoljanak Marcinak és az összes többi magyar sportolónak, mert szükség lesz rá. Az ifjúsági és junior világbajnok, aki 15 magyar bajnoki cím büszke tulajdonosa, 2018-ban Pyeongchangban mutatkozott be az olimpián, műlesiklásban a 30. óriás műlesiklásban pedig a 42. helyen zárt. Megvan tehát számára nagyon fontos ötkarikás tapasztalat, hiszen egy olimpia komoly terhet ró a rajthozállókra. A versenyek versenyére pedig már másodszor jutott ki Kékesi Márton, aki miskolci születésünként a bánkuti sípályákon sajátította el a sportág alapjait. Amikor 2013-ban először megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy vissza kell építeni a régi nagy DVTK-t, ami ugye a rendszerváltás idején darabjaira hullott, akkor többek között az ilyen pillanatok voltak azok, amiért ezt a munkát elkezdtük, mert úgy gondoltuk, hogy igenis szükség van arra, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is legyen komoly sportélet. Marci erre egy tökéletes példa, aki ugye miskolci születésű, itt a bánkúti sípályákon került először sí a lábára, és úgy gondolom, hogy az ő példája rendkívül jó motivációt adhat az összes DVTK fiatal sportolójának, hogy igenis Miskolcról, igenis a itteni feltételek mellett is megfelelő elszántsággal, nyilván megfelelő szakmai munkával, amivel itt Marci édesapjának külön köszönetet is szeretnénk mondani, el lehet jutni ezekbe a magasságokba is. A tájékoztatón természetesen rákérdeztünk arra is, hogy bár a körülmények még nem teljesen ismertek, de milyen szerepléssel lenne elégedett a sportoló? Ezt így nehéz megmondani, hogy milyen helyezést szeretnék elérni, de azt könnyű elmondani, hogy jobbat, mint az előző olimpián, de sosem alakulhat ugyanúgy a dolgok, mint minden verseny más. Elsősorban szeretném méltón képviselni a DVTK-t, a Magyarországot, magamat, és ha sikerül 30-on belül végezzek, az egy nagyon szép eredmény lenne. De azért mégis ott van az az elvárás, hogy egy olimpián elvárják, hogy lejusson valaki az ember. Csak úgy nehéz versenyezni, meg jó helyezést elérni, hogy csak jöjjünk le a pályán. Azért leégni se kéne, tehát meg kiesni se. Tehát de ebben már megvan a tapasztalatom, hogy hogyan kell versenyezni. Hát nyilván most első 20, az is nagyon szép lenne, de reálisnak kell legyünk, és szerintem ha tudom javítani a előző olimpián elért helyezésemet, akkor azzal már nagyon meg leszek elégedve. Az edzőm Robert Zahn, aki most a válogatottnak a edzője, és egy éve készülök vele, és vele készültem a mostani olimpiára. Küldött nekem át videókat a lesikló pályáról és a technikai pályáról. Ilyen GoPro-ban felvették a pályát. Tehát előzetesen már van egy olyan pálya ismeretem, ahol látom a pályának a lejtését. A tűzését ugye sose tudjuk így előre. Viszont azt tudom, hogy 90%-ban csak műhó lesz, alig lesz természetes só, tehát ez nagyon hasonlítani fog a Pyeongchangi olimpiához, hogy gyakorlatilag a sítalpa fel is égett, mert 100 km fölötti sebességnél nagyon nagy a súrlódás és ég a sítalpa, de ugye nem fogok most lesiklásba indulni, azért annyira nem fenyegeti ezt a veszély a símnek, de hát szerintem ezek az információk, amiket így tudok előre. Mi pedig azt tesszük előre hozzá, hogy ezt a téli olimpiát, egészen pontosan a síversenyek közvetítéseit nagyon sokan nézik majd, akiknek fontos, hogy egy miskolci, konkrétan egy DVTK sportolóért szoríthatnak a magyar színek képviseletében az olimpián.